A 2022-es választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az egyes választókerületben Szabó Tünde győzött 45,64%-os arányjal, második Lengyel Máté lett 41,23%-kal. A kettes választókerületben Vinnai győző lett az első, csak nem 60%-os eredménnyel, második Aranyos Gábor lett 31,46%-kal. A hármas választókerületben Fölényes 66,26%-os győzelmet aratott Sesták Miklós. Ellenfele Tóth Viktor kicsit több mint 25%-ot ért el. A négyes választókerületben született a megye legnagyobb arányú győzelme. Tilki Attila a leadott szavazatok 69,69%-át szerezte meg, a második helyen Sápi Mónika végzett 24,4%-kal. Az ötös választókerületben Kovács Sándor 65,72%-kal nyert, a második Földi István lett 23,68%-kal. A hatos választókerületben Simó Miklós győzött, aki 66,75%-ot kapott, itt a második helyen Tóth Viktor végzett 25,53%-kal. Az országos pártlistán a parlamentbe jutott még Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, így heten képviselik a megyét az új országgyűlésben. A Balkányban élők álma teljesült azzal, hogy átadták a településen az új piacot. A polgármester elmondta, népszerű a hely, hiszen a környező településekről, Bökönyből, Geszterédről, sőt, Újfehértóról is járnak ide termelők. Ezért is volt fontos, hogy a piac területének közel felét esővédetté tegyék. Ez egy felújított piac lett, itt már működött régebben piac, csak sajnos ez a fedett rész, amit ma átadunk, illetve a vizes blokkok megújultak, illetve zöldesítés történt, ez zöld város toppos forrásból nyertük, amelyben játszótér, kondipark, Kossuth park és ez az épület készült el. Én nagyon örülök neki, hogy a vállalkozó időben és határidőben tudta befejezni. Ugye ismerjük a mai fém beszerzési árakat is, és hogy milyen nehéz, de hála jó Istennek sikerült időbe befejezni. Az utolsó adag pihent földet is a helyére öntötték április elején a munkások Újfehértó belterületén. Érkezett a vödör víz és a frissen ültetett díszcseresznyéhez, majd megkapta a dekorkavics réteget. Ez a fa is az évtizedek óta tartó fásítási program része volt a városban. Tavaly a temetőben, illetve a közterületeken összesen közel 400 fát ültettünk el, idén tavasszal pedig már 300 fánál járunk, és még nincs vége, hisz most tavasszal és ősszel is még szeretnénk ezt folytatni, illetve szeretnénk majd a kormányzat által megkérdetett fásítási programban is részt venni, amelyre egyenlőre még csak 10 000 fő alatti települések pályázhattak, de van egy alapítvány, amelyen keresztül 10 000 fő feletti településeken is nyílik erre lehetőség. De vettünk egy gyors számítást, csak ugye közel 700 fát ültettünk el, Újfehértó lakosság száma közelíti a 14 000-et, ami azt jelenti, hogy 1000 emberenként 50 fát ültettünk. Egy műanyag láda szolgált medenceként a törpe vízilónak, ebben érkezett Gerzson, a Nyíregyházi Állatpark új jövevénye az első állatorvosi vizsgálatra. Így volt neki komfortos. A park munkatársai rögzítették a testtömegmérést. A kicsi alatt 2 hetes korában is már 13 kg-ot mutatott a mérleg. A szükséges orvosi vizsgálatok során mindent rendben találtak. Az állat megkapta az egyedi azonosítóját és a Gerzson nevet. Nagyon vártuk ennek a kicsinek a születését, hiszen ez a faj végveszélyben van Nyugat-Afrika első erdeiben, mindösszesen 2000 egyedél ott az élőhelyén, és a világállatkertjeiben is mindösszesen 300. Itt a Nyíregyházi Állatparkban a tenyészpár 2009 óta alkot egy párt, és hatalmas öröm, hogy Gerzson világra jött, hiszen ő nagyon ritkán szokott hímegyed napvilágot látni zártartási körülmények között, úgyhogy már most a koordinátornak, hogy lejelentettük a 7 hetes apróságot, már most mondták, hogy lenne mennyasszony jelölt a későbbiekben. Tavasszal arasznyi volt még az ősszel ültetett repce magassága, és már szépen zöldelt a búza, de annak mérete is elmaradt a szokásostól. 2-3 hetes lemaradásban volt a természet, januárban és februárban szinte egyáltalán nem kaptak csapadékot a növények. Az eső is csak március második felében érkezett meg, még éppen idejében, így Gyulatanyán abban is reménykedtek, hogy kedvező lesz az idei terméshozam. Tavaly is már nagyon jó voltak a felvásárlási árak,
a szántóföldi kultúráknál, csak épp mondtam a gazdatársaimnak, hogy egyet ne felejtsünk el, hogy tavaly még mindent nyomatáron vettünk meg, tehát műtrágya, gázolaj, növényvédőszer, stb. Sajnos ez az idén ez horribilis összegekbe fog kerülni, tehát már érezzük ma rajtunk, hogy ahol elmegyünk vásárolni, óriás összegeket kell fizetnünk, ott hagyni, illetve ez párosul még a munkaerő gondokkal, mert ugye kézi munkaerőre nem nagyon lehet most már napszámosokat kapni, bár ez a napra forró kukoricára nem jellemző, csak a burgonyára, úgyhogy hát reménykedjünk, a burgonya után a napra forró kukorica, illetve a repcetermés is jó lesz. Megújult az óvoda és az orvosi rendelő is áprilisban Gelénesen. A Belegi község a nagyszabású beruházásokra, eszközbeszerzésre és útfelújításra összesen mintegy 100 millió forint fejlesztési forrást nyert a Magyar Falu programból. Megyénkben számos községben tudtak hasonló beruházásokat végezni a Magyar Falu program keretében. Az átfogó állami támogatási formát 2019-ben hirdette meg a miniszterelnökség azzal a céllal, hogy javítsa a kistelepülésen élők életminőségét. Szabolcsot már Bereg megyébe 2019 és 2022 között a program összes nyertes pályázatán mintegy 40 milliárd forint értékű forrás érkezett. Ezek a pályázati kiírások 2019 óta minden évben megjelennek, tehát hogyha visszatekintek 2019 és 2022 között, viszont összesen több mint 25,5 milliárd forint támogatást jelent ez ezeknek a szereplőknek. És ezen felül jön még a civil szervezetek támogatása, 19-ig visszamenőleg majdnem 1,5 milliárd forint értékben, és tavaly volt egy kisboltos pályázatunk, ahol a kisboltok felújítására lehetett pályázatot benyújtani. Ott 111 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisbolt nyert el összesen több mint 3 milliárd forint támogatási összeget, és ezen felül van még az úgynevezett falusi útalap, ahol az állami mellékúthálózat felújítása zajlik. Ott eddig 140 kilométer újult meg csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, az is nagyjából ilyen 10 milliárdos nagyságrendű összegben. Ebbe a faladba a séf bele tudja vinni az ő egyéniségét, a saját ízlésvilágát, esetleg, hogy mit képvisel. Ez az úgynevezett finger foodok lényege. Az apró faladkák a gasztronómia legfelkapottabb termékei közé tartoznak jelenleg. Varga Károly, többszörös európai világbajnok és olimpiai aranyérmes mesterszakács a legújabb trendekről, tálalásról, főzési sütési eljárásokról tartott előadást és bemutatót a megyei iparkamarában április végén. Aki nem követi a trendeket, az sajnos nagyon csúnyán lemarad, úgyhogy ezt szinte napra készen kell lenni, hiszen tényleg gombamódjára jönnek elő az új dolgok, és hogyha ezt nem figyeljük, akkor sajnos butábbak leszünk egy kicsit, és nem tudjuk alkalmazni, pedig ez a lényeg ennek az egésznek, és tehát élen kell járni mindenféleképpen, ez nagyon sokat kell tanulni, nézegetni a világhálót, és kollégáktól esetleg információkat begyűjteni, és hát mindig örökké képezni kell magunkat. Varga Károly a konyhaművészeti artisztika hazai úttörője. A gyümölcs és zöldség kompozíciók aprólékos kidolgozásáról szakkönyvei is megjelentek. A látványos kreatív asztaldíszek elkészítéséről a Nyíregyházi közönségnek is tartott bemutatót.